Sziasztok, elkészítjük az eredeti Eszterházi tortát. Ehhez előkészítettem már itt 5 tepsit. 23 cm átmérő karikába fog készülni. Annyi változtatást csinálok a receptben, hogy nem zsírozott, lisztezett tepsire készítem, mert ezeket a szép tepsiket kizsíroznám, lisztezném, akkor lassan eltörni a lábamat. Úgyhogy szilikon sütőpapírt fogok használni. Ráteszem szépen a karikát és körbe rajzolom. Így lekészítek 5 ilyen tepsit. Bekészítettem ide a gépbe már kb. 10 tojás fehérjét, az 300 g tojás fehérje és 300 g cukrot. Ezt felverem egy nem teljesen kőkemény habba, egy picit lágyabbra hagyom, illetve itt van nekem 260 g enyhén pörkölt darált dió, és bele van keverve 20 g liszt. Tehát felhamosítom a tojás fehérjét, lazán belekeverem a száraz anyagot, 5 felé szétosztom, laposra kikenem, és előmelegített 210 fokos sütőben kb. 10 perc alatt megsütöm. Lássuk hozzá! Felvettük a tojás fehérjét, hogyha nem teljesen törős habbá, és egyszerűen csak elkezdjük beleszórni az összekevert száraz anyagot 1-2-3 részletben. Bekeverjük a masszát. Hogyha nincsen lehetőségünk egyszerre 5 tepsiben megsütni, így nekem, akkor inkább vegyük kettőbe a masszát és kétszer készítsük, mert össze tud esni menet közben. Szerencsés vagyok, így csak szétosztom 5 felé. Ezt most csak itt szemre. Ha cukrászdában készítjük, akkor ezt mérlegen szoktuk, hogy biztos egyforma legyen. És egy görbekéssel egyszerűen szétkenem a megrajzolt formába. Érdemes amúgy úgy használnunk a sütőpapírt, hogy a megrajzolt forma az alul legyen, mert elegendő nekünk az anyom, ami átlátszik, ugyanis a grafitnyom rajta maradhat a pislótákon sülés után. Illetve a tollak csináljuk, az is rajta maradhat. Kikentük akkor 210 fokos előmelegített sütőbe, ugye, ahogy mondtam, kb. 10 perc. Amíg a lapok kihűlnek, addig elkészítjük a krémünket. Ide föltettem már 250 ml tejet, ehhez hozzáadom egy negyed vaníliarúd kikapart belsejét, tehát félbevágtam a vaníliarúdat, én úgy ketté vágom, és csak az egyik szárát fogom belerakni. Ugye. Ezt így fölforralom. Fölforraltam, akkor a 125 g cukorhoz hozzáadjuk a 5 tojás sárgáját, ezt kikeverem. Ha fölforrt a tejem, akkor ezzel a cukros tojás sárgájával tovább főzöm 85 fokig. Tovább nem lehet, akkor be fog csomósodni. Tehát folyamatos keverés mellett tovább kerítjük. Amint elértem megfelelő hőfokot, hozzá fogom adni a darált diót, ami 50 g. És elvileg a recept az úgy szól, hogy hűtsem le a főzetet nagyon gyorsra, és aztán keverjem ki a 300 g vajjal és a fél deci rummal. De megteltem én azt is, hogy lehűtöm a vajjal, hozzáteszem a rumot is, egybe hűtöm le, és egybe habosítom ki az egészet. Gyorsabban lehűl a vajtól. Jó, elérte a megfelelő hőfokot, beleborítjuk a diót, és én mindjárt elteszem a vajat is, hadd hűtse le. Úgyhogy ez simára keverem benne, hozzáteszem majd a rumot is, szétöntöm egy tepsibe, beteszem hűtőbe. Lehűljön, és akkor újra tudom habosítani az egészet, és tölthetem a tortát. Lehűlt a krém, beletettem ebbe a kis gépembe, szépen kihabosítom. És ha megvan, akkor elosztom 4 felé, és betöltöm a tortát rétegenként. Azt tudni kell, hogy az eredeti Eszterházi torta az nem olyan magas, mint amit manapság látunk a cukrászdákban, szóval nem ilyen nagy tavaly magas, hanem egy kis szép kis guszta kis lapos, és akkor szép a töltése, a nagyjából ugyanolyan vastag a krém, mint a piskóta rétegek. Oké? Okay? Töltögetünk. Kikevertük a krémet, ilyenkor egy kártyával összehúzom,
és elosztom így négy felé. Egy kevésként nem baj, mondjuk ha magad, hogy körbe kenjük a végén a tortát. És egy egyenes kártyával elosztjuk a rétegeket. Jó. Szétkenjük simán a krémet, és így rétegenként pakolásszuk. És az utolsó lap. Igyekezzük egyenesre lenyomogatni az utolsót is, amit láthatjuk, nem lett magas a torta. Egy picit, én a krémet egy kicsit tovább kevertem, mint kellett volna, ez egy kicsit ikrás tett, de azért meg nem részes elmegy. A következő az, hogy beteszem ugye hűtőbe, egy éjszakát állnia kell, aztán úgy fog tovább dolgozni vele, kivágom a karikába, átfordítom, lekenem a tetejét forró bagaclekvárral, és akkor jön az a fondántető áthúzás, az a kis pókhálós. Arra majd visszatérünk akkor. Megyünk ülni. Kidermedt a torta, vagy hajszárítóval kicsit körbemelegítjük és úgy veszük le a kariket, ám az most nincsen. Ugye egy éles késsel körbevágom. Jó. És ilyenkor a tortánkat érdemes megfordítani, és az alsó fele az sokkal simább lesz. Úgy, ezt az odát szedben tudjuk kidolgozni. Jó. Tehát egy fondános tető húzás lesz rajta. Ennél nagyon kell figyelnünk a hőmérsékletre, a fondának a hőmérsékletére, de mindenek előtt egy kis szigetelő réteget teszünk rá, ami ki is egyenlíti a felületet. Ez nem más, mint egy forralt sárga bagaclekvár. Ezzel a kis üvegeket ki tudom glettelni. Azon kívül, hogyha lehűl nekem ez a lekvár, akkor egy bőrréteget képez rajta, és nem engedi majd a piskótának, hogy kiszívja a fondán nedvesség tartalmát, így tovább tud fényes maradni. Fondánnal dolgozunk, akkor arra kell nagyon figyelnünk, hogy 40 fokig melegítsük fel. Ha 40 fok alatt tartjuk, akkor le fog folyni a tortáról. Ha 40 fok fölé melegítjük, akkor tulajdonképpen törős lesz. A túlszárna olyan lesz, akkor viselkedik úgy a fondán, hogy amikor megcsikózzuk és meghúzigáljuk, ilyen töredezettség, ilyen cserepes lesz, mint a sivatag. Jó, tehát ezért nehéz bánni ezzel a fondánnal. Vízgőzön melegítjük, érdemes közben ellenőrizni a hőmérsékletét, és ami még nehéz van, hogy be kell tudnunk úgy állítani a sűrűségét, hogy megfelelő legyen a munkára. És ami még nehézé teszi a fondán áthúzást, hogy amint rájöntöm a hideg tortára, elkezd kötni. Tehát gyorsan kell vele dolgoznom, úgyhogy amint elkezdtem dolgozni, nem hagyhatom abba a munkát. Tehát figyeljünk arra, hogy gyorsan dolgozzunk, megfelelő hőmérsékletünk legyen, csokrunk meg legyen hozzá olvadva, és a hígítás. Hígíthatjuk cukorszirupban, vízzel, illetve egy kis tojásfehérjét is én szoktam hozzátenni. Azért szeretem, mert attól fényesebb lesz egy picit. Csak egy nagyon keveset teszek bele. Ilyenkor mindig figyeljünk, hogyha túl forró esetleg a fondánunk, akkor a tojásfehérjénk az megfő benne. Úgyhogy ellenőrizzük folyamatosan a hőmérsékletet. Maga ugye a fondán az egy fő cukorkészítmény. Nem összekeverendő azzal az anyaggal, amit kinyújtunk és táburkoljuk fel a tortát. Ez cukorból és cukorra számolva 35% vízből készült anyag, amit főzünk. Erről a felkészítési módszerről van fönt egy videóreceptünk az oldalon. Mit is fogok csinálni? Szétkenem a fondánt a torta tetején, aztán a nyomorzsákba töltött csokoládéval megspinelem, és erre arra meghúzigálom tulajdonképpen benne a csokoládét egy kis segítségével, és ettől lesz egy ilyen furcsa hullámos szerkezetű valami. Na most az eredeti eszterházi torta az úgy volt áthúzva, hogy megkemülje a fondám, körkörösen volt rá írva a csoki, és ilyen pókhálók szegélyen volt kihúzva. Manapság már mindenki úgy csinálja, hogy ilyen csíkok párhuzamosan és úgy húzigálja, mi is úgy csináljuk most, jó? Ha nem tudunk ilyen papírzsákot hajtani, akkor betöltjük egy enyózacskóba és kivágjuk a sarkát. Mielőtt a fondánt öntenénk, átkeverjük.
Most egy kicsit meleg volt az én fondánom is, nem lesz tökéletes. Az oldalát dagádióval panírozzuk, és a kis szeleteket esetleg dióval díszíthetjük még.